Volt egy közben egy ilyen elejtett mondatod, és nem tudom, hogy komolyan gondoltad-e, hogy a családoddal szeretnék kimenni meccsre. Pillanatilag nem mersz, vagy De nem akarsz? voltam a családommal a meccsen. Mert viszonylag kicsi gyerekeid vannak, tehát. Voltam a családommal a meccsen, az EB-n is, az angol meccsen is. Viszonylag közelültünk a balhézókhoz. Szerencsére megúsztuk, de ott volt minden. És utána kellett a gyerekekkel beszélgetni? Most nem tudom, hogy a háromból mennyit vitték ki. Össze-vissza volt. Ötöt. Van még kettő, akit nem is. Mind a három volt kint meccsen, az a lényeg. De kellett utána fura beszélgetni, most mi nekik. történt? Fura volt nekik, igen. És a legnagyobb volt a legjobban felháborodva, hogy mennyire hülyék vannak ott a meccsen, és hogy mégis miért csinálják ezt, és miért locsolják a sört, és miért dobálnak, és miért foglalják el mások helyét. És totálisan ki volt készülve ettől, és mondta, hogy úgy elküldené őket. Mondtam, hogy jó, várj meg, amíg kimegyünk a stadionba. Tegyük hozzá, egy gyerek úszó. Igen. Tehát egy másik szubkultúrához van hozzászokva.